Sziasztok, gamerek! Remélem mindenkinek jól telik a napja. Amint láthatjátok a Discord szerveren, van egy videó ötletek szoba, direkt azért, hogy a ti ötleteiteket be tudjátok ide dobni, hogy ti mit szeretnétek látni videó formájában, és már sok jó ötletet találtam itt a Discord szerveren, és a mai videóban Ifi Stricto úramnak az ötletét fogjuk megnézni. Bocsánat, hogyha a nevét rosszul olvastam, ki nyugodtan javítsák ki majd a komment szekcióba, aki egyébként Veszprém megyei, és onnan származom. És az ötlete az az volt, hogy lehetne egy olyan videó, ahol csak autóaimben lövök egy csatába, tehát nem használom a normál célzás, csak a jó gombos autóaimet használom. Érdekesebb lenne az, hogy random tankokkal. Na most én nem random tankokkal fogok menni, hanem hármat kiválasztottam. Ugye arra gondoltam, hogy három különböző tanktípussal fogok játszani, nem pedig egy tankkal fogok lejátszani három csatát. Ugye hoztam nektek egy TD-t, a Grillét, amivel érdekes lesz 500 méterre lövöldözni autóimmal. Hoztam nektek a 277-et, illetve az elfeledett T62A-t. Úgyhogy ezzel a három tankkal fogunk gurulni egy-egy csatát, és akkor megnézzük, hogy úgy, hogy csak autóimat használok, egyáltalán milyen sebzések hozhatók ki. Úgyhogy szerintem kezdjünk a nehéz tankkal. Is vagyunk az első körbe, és Simmelsdorffal játszunk, ami alapvetően nem rossz, csak nem szabad elfelejteni, hogy nem lőhetek normál célzással, csak amit automata célzással becéloztam. És srácok, majd hamarosan visszatelepítem azt a bolot, amitől nagyobb lesz a damage panel meg ilyenek, de még ezt nem tettem meg a mai videóra, úgyhogy ezt majd hamarosan megteszem. Nem, ugye el szeretnék menni így jobbra. Ó, nagyszerű. Igazából talán úgy lehetne sebzést kiosztani normálisan, nem amikor így szemtől szembe vagyok valakivel, hanem hogyha mondjuk körbeforgok. Mondta, hogy lehet, hogy meglőhető lenne. Rárakom az automatát, és lövünk egyet. Jó, már az első lövés megvan. Nagyszerű. Jön át a krán. Nézzük, hogy mit tudnánk még itt ellőni. Az a gond, hogy a tank közepére viszi rá a célkeresztet, és nézzétek meg, el tudnám lőni. Mondjuk pont el tudtam volna, mert kijött. Nézzétek meg, ugye az a probléma, hogy a tank közepére viszi rá a célkeresztet, és én nem tudom ellőni. Ha? Jó, nem pánikolunk, nem pánikolunk. Ott is el tudtam volna lőni. Az a gond, hogy megtornyozik. Hát akkor már megint ugye a tank közepére viszi rá a célkeresztet, tehát megint nem jó nekünk a szitu. Nem bágent esetleg innen meglőni. Azon nézzétek meg, itt is ugye a tank közepére viszi rá, tehát az ablaktól pont nem tudok lőni. Nem egyszerű, nagyon nem egyszerű, srácok. A Grillét azt nem tudom meglőni. 257 még mindig az ablakban ül. Hogyan osszunk ki itt sebzést? Ez itt a kérdés. Hogyan osszunk ki itt sebzést? Lehet, hogy egyébként jobban járnék azzal, hogyha az 1-es-2-esen próbálnék megjátszani. Mindjárt a Kram megpróbál hátba lőni, és nem? És nem? Vagy esetleg fölmenjek a hegyre? Lehet, hogy az sem lenne egy olyan abszolút rossz ötlet. Jelenleg így nem érzem magam túl hasznosnak, itt ugye hulldownba lévő ellenfelek vannak, és ugye mivel mindig az automata célzás a tank közepét próbálja nektek ugye becélozni, ezért nem látok rá ezekre az emberekre. Mindjárt meglátjuk a szituációt. Hát itt a hegyen jobban ki tudom használni a tankomat. Szerencsé, hogy a 257 gyorsan el tudok forogni. Mert esetleg lehet, hogy az lett volna még a jó ötlet, hogyha megpróbálok itt játszani, hiszen itt ilyen T100 van, meg Fosby, ezeket van esélyem beütni. Még itt a médium tankokat is lesz esélyem beütni, hogyha jól csinálom a dolgokat. Én azt remélem, hogy egy ilyen 2000 sebzés, még három lövést leadunk, és akkor nagyon jók vagyunk. Az nagyon-nagyon jó lenne nekünk. A Fosby az kapjám. Leo. És a tanknak a közepe. Aha. Leót el tudom lőni. 574, az igen, az már zsebzés. 490-es alfával. Jó, megint el tudom lőni. Nagyszerű.
Jó, és azt megint el fogom tudni lőni. Így van. TVP-t le kéne rammolni a fenébe. Ó, táraz, uram. Az bigram. Amúgy annyira nem, mert közben belelőttek, úgyhogy annyira mégsem volt. Azt hiszem, hogy 500 HP-ről le tudjuk rammolni. Szívjetek, srácok, itt átesünk. Kosba. Hogy repül a tankom. Túlságosan megy ez a 270-es. Főleg ilyen terepen, ahol van esélye begyorsulni. Még turbót sem használok rám. Jó. Minotaurot körbe kéne autózni. Azon most kapok egyet, hogyha kinézek itt a sarkon, figyeljétek. Hopp, riszálom. Nem, hol a Minotauró? Hol vagy? Még egyet hadd lőjek. És akkor 3000 sebzés, azt szerintem tökéletesen elég lesz nekünk. Ott a Minó. Hát így nem fog menni. Ne! Ó, gyorsan akartam lőni, míg a lightunk nem lő bele egyet, és ez miatt fölé ment a lövésem. Nézzétek meg, így meg nem tudom belőni. Nem fordult el eléggé. Hát ezt az utolsó lövést elkapkodtam, ez lehetett volna akár ilyen 3000 sebzés is. 2600 sem rossz, még hogyha a ram is bejön, akkor még az akár ilyen 3500 is lehetett volna. De ez így nehéz. Ez így borzasztóan nehéz, srácok. Tehát az, hogy már vannak tagok, amit ugye kilátszódna a tornya vagy ének, és már nem tudjátok meglőni, mert ugye az automata célzás leviszi a testre, és nem tudjátok ellőni. Hát ilyen hulldown pozikban nem igazán lehet. Tehát tényleg meg kell keresni azokat a célpontokat, amiknek a testét látod, azok is mondjuk papírok, mint mondjuk a Leo-t leformoltam, és akkor azokat lehet lövöldözni. De ez így mindenképpen úgy egy érdekes dolog, és amúgy így benne vagyunk, hát azt akartam mondani, hogy a top 5 sebzőben, de ott nem vagyunk benne. Hogyha meglőttem volna a Milót, akkor nézzétek meg, benne lettünk volna a top 3 sebzőbe. Ez van, korjunk be a következő tankunkkal, ami a közepes tank lesz. Talán az egyébként egy picit jobban fog működni, mert gyorsabban tudok lövöldözni. Nézzük meg. Na hát itt vagyunk a következő mérkőzésben. Egyébként srácok, nekem ez a T-62A volt az első tier 10-es közepes tankom, és akkor még nem voltak prém tankjaink, mert ugye akkor még nem volt pénzem, akkor még diák voltam, és nem igazán költöttem a játékra, és emlékszem, hogy 5-ös T-34-gyel játszottam le vagy 500 csatát, mire kifarmoltam 6 millió kreditet, mert még prémium napom sem volt, és úgy szereztem meg ezt a tankot. Azt hiszem a második tankom, ami 10-es volt, az meg a Fosh 155 volt, régen ugye az kifejleszthető tank volt, és pont addigra fejlesztettem ki, mikor lenerfelték. Tehát én már csak a nerfelt verziójával játszottam, nem játszottam vele, amikor OP volt. Amikor bejött a játékba, akkor nagyon OP volt. Még összességében régen a TD-k OP-k voltak, mert 850 alfájuk volt, plusz nem volt tőlük elvéve az a tulajdonság, hogy a lövés után elveszítik a kamójukat. Ugye most csak a prémium TD-k rendelkeznek ezzel a kiváltsággal. Na nézzük. Nézzünk, el tudunk-e lőni itt valamit. Na, az a tornyát találta el. Aha. 900 itt borzasztóan agresszíva játszik. Ebben a meccsben is, hogyha 2000-et lövök már, szerintem az egy egész jó sebzés nekünk. Csak hogyan tudok itt kiosztani annyit? Azt gondolom, ez amúgy egy cooldownos pálya, és nekem nincs nagyon ágyi süllyedésem. Kéne, hogy a 2-7-vét egy picit visszább menjen, egy kicsit erő vagyok itt. Nem fognak itt megtámadni engem? Vézegyes. Esetleg még ide lehetne lemenni, de föntről meg lehet, hogy szétgémelnek engem a hitlőszerrel. Jó a toronypáncélom, de azért nem annyira, hogy a hitlőszert ennyire bírja. Azon ez a vézi az... Az látom, hogy nem engedő, hogy még egyszer meglőjem a 250-et, fedezi. Az a 250-et, ez nagyon agresszívan játszott, de szerintem nem jött be neki annyira. A V4-es fog majd talán innen jönni. Azt gondolom, arra nincs lövegsüllyedésem. Arti lőtt az egyik. Csekkolom egyébként a sarkot, hogy még mindig esetleg egy vad jakpanzer nehogy megjelenjen itt, aztán kapjunk egyet. Lehet, hogy át kell mennem a med oldalra, az lehet, hogy amúgy nem lenne olyan hülyeség.
Mert ott könnyebben belövöldözöm a tankokat, mint a hooldown gamereket. A 907-t nem tudok kinézni, az itt a baj. Esetleg a bepusolnék rá, az talán működne, de még egy csomó tank nincsen spoton. És nem akarok bejolózni. Most kérdezitek, hogy miért tolatva megyek? Azért, hogy gyorsan el tudja futni, hogyha baj van. Na? Tolat elém? Tolas ki elém 430-ú. Én itt szerintem okés vagyok, még. Kaptam a spotot, eljövök innen, ahogy az esterő meglőni. Azt nem tudom hátba lőni. Nem csinálom oda a mágyus ügyedése normálisan. Már lőnek minket az esterőt, van bármikerre számítottam is. Marti lő minket. Ó? Még nem használom a javítómat, de fölösleges. Semmi probléma. De megpróbálok átjönni egy picit ide. Hát itt több sikerem lesz. Esetleg még ide lehetne befutni, és akkor... Jó, nagyon jó. Akartam hagyni egy picit a löveget szűkülni. Ez már két lövés, ez már két lövés gamerek. Izzaddi kell érte. Ez a gond, itt nem lehet megindulni, szerintem, mert egy T-55A hátról lövöldöz minket. Vagy akkor crossfire-be kerülnék. Valahonnan... Mellettek ott? Hol van? Pingeljünk oda? Van a T-55A. Ott van a Centu. A templomos résznél, azt nem lehet lőni. Bocsánat, uram. Uram, nem tudod lőni. Hova akarsz kinézni? Akarok itt kinézni. A bokorsorba. Hát én el tudnám azt lőni. Nézzétek meg, el tudnám lőni, de nem látok rá a testére. Hojj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 
Ha? 55 ázott váltul. Hú, ez nagyon mérgesítő. Ez borzasztóan mérgesítő, hogy nem tudsz lőni, mert kilátszódik a tank, csak ugye a közepét célozza be. Ajjajjajjajjajj. Nem baj, működésre bírjuk. Ugye ez csak ott jönne, azt meg tudnám lőni, de akkor is testét célozza. T-55, vagy a VZ-55 az kicsit agresszívan játszik. A Phase 1-es, és nem tudnám azokat meglövöldözni valahogy. Csak a jakponzert, hogyha körbeautóznám, az amúgy még lehetséges. Jó lehetne. Jó, lövünk egyet, és kaptam is érte egyet, ez nem jó. Ez nem ideális. Mert maradok itt, hogyha itt ki akarna nézni, akkor le tudjam fedezni az AMX-et. Gondolom, hogy majd az lesz a terv hosszú távon, hogy a jakpanzert esetleg körbeautózzuk és kihasználjam a DPM-et. Az még működhetne. A jakpanzer nem támad. A jakpanzer visszafordult. Valamelyre visszafordult. Lehet, hogy a grillére visszafordultak. Na, ott el tudom lőni? El tudtam lőni. Oké, és... Értek, haladunk a 2000 sebzés felé. Rajta vagyunk. Az esetleg ott bepussol? Phase 1-es, nem?
Vettük be egy hitlőzet, hát ha jakpanzer megjelenik. Mi van szükséged segítsége? Nincs értelme végig menni. Szerintem. Felesleges menni. Kam! Nem megyek. Hopp, de ott van a sár. Akkor lehet, hogy mégis megyek. Már szerintem akkor az megöli. Így is van. Sár az rossz célpontot választott először, az artit lőtte ki. Na nézzük. Kinéze ott vagy a jakpanzer, vagy a... Az is jó lenne, hogyha valamelyik kinézze. Nekem mind... Ojojoj. Na és az hogy ütöm be automata célzással? Értem, hogy szükséged van, én figyelek. Kámbot! Mit szeretne ott lenne a Kramwagen? Nincs is ott ellenfél. Igazából az ilyen kambotot meg aki ennyire nagy szájú a chaton, azok általában mindig az 50%-os gamerek, tehát hogy így mindig általában az szokott a leghangosabb lenni, aki ennyire nem érti még, hogy mit csinál. Bár mondjuk őszinte leszek ebbe a körbe, én nekem sem lesz a teljesítményem olyan kimagasló, de ilyen feltételek mellett nem is egyszerű. Nem nézek ki, mert ugye a jakpanzer az lehet, hogy ott áll. Nézzetek meg, tudnám lőni a kupoláját, el tudnám kupolázni. Nem lát, egyszerűen nem tudok rá lőni, mert a testére viszi rá a célkeresztet. Nem egyszerű ez a szituáció. Már Grille is beszállt a játékba, már Kramwagen bot, Kramwagen meg... Nem úgy van az! Imádom. Egyébként ezeket a billentyű harcosokat, akinek több ideje van csetelni a meccsekbe, mint amennyi játszik a játékkal, fantasztikus. Pattant. Az a gond, hogy mit tudok csinálni ezzel a szituációval. Ott van egy full HP cent 7x1. Lehet, hogy föl kéne oda mennem megint. Legalább ez nem egy turbó mérkőzés, srácok, legalább itt van időm gondolkodni. Visszatöltöm az APCR-t. És olyan gondolkozom rajta, hogy innen kinézek. Mert ugye már nincs ott az STRV, ami lőjön minket. Az arti az egyetlen veszély körülbelül ránk nézve. Most azt szerintem nem spotolt el minket. És ezt oldalba tudnám lövöldözni, én úgy gondolom. Nem, mert pont megemelt a kőrakás az ágyunkat. És utána meg... Ajajajajajaj! Pont rossz helyre ment már a lövés. Jó, azt ki tudtuk venni, de ezért borzasztóan sok HP-t elbuktam. Ezért a manőverért borzasztóan sok HP-t elbuktam. Artilőt, legalább attól nem kell félnem. Az a gond, a phase 1-es az probléma. Az a gond, ennek a 62-ának semmi lövegsüllyedése nincsen, és idáig ki kellett menjek, és még ebbe se lőttem a tankot. Tehát, hogy jaj, ez nem a legjobb szituáció nekünk. Hát nem a legjobb szitu nekünk. Most van az, hogy valahogy ezt a vézét le kéne túrnunk. De ezt hogy csinálod meg? Jakpanzer is, Jakpanzer lőtt. Azonban egyövés vagyok egyébként a 7x1-nek, hogyha nem lóról alacsonyat. Akarnék itt nézni, hát a spotot kapok, mert akkor tudom, hogy itt van valahol a bokorba. Most nem egy lövéses lennék, akkor sokkal bátrabb lehetnék. Jó, egyébként az STRV-nk is behozná a HP-t, 1500-at nyugodtan behozhatná. Tényleg az a lövés az fájt. Meg a 430 út is ki tudtam volna lőni úgy, hogy nem veszítek HP-t, mert előbb kidugta az első görgőjét, mint hogy tudott volna lőni. Hát ugye, csak a testét tudom lőni. Mondd, a centú visszament, vagy hol lehet? Itt középen. Nincs itt. Visszament valahova.
Bejövünk középre. Ez a terv. Az este erő kapott egy lövést, azt hiszem a centútól, de hol van? Igen, jó lenne, hogyha lepingelni, hogy honnan kapta a lövést. Tudnánk legalább azt. Centurionis Base. Azt hiszem, hogy izbotolt itt ki. Az nem... Aha. Megpróbálom proxizni. Az a gond, az Artitól egy kicsit félek. Nem tudunk rá kiesni, mert ugye a Jakmanzer az fedezi. Hol a Jakmanzer? A Jakmanzer. Még ki is nézek rá automatizálással, hol ütöm be? Ez itt a probléma. VZ. JV az lőtt. Akkor az legalább egy lövéses lett már. Mit kezdjek ezzel a szituval itt most? Jó, egy lövéses lett a VZ. De lőjjel minket! Jó. Ne, a vézi, azt hittem nem fog kiszpotolni minket. Őszinte leszek veletek, srácok, én azt hittem, hogy nem fog kiszpotolni minket, de valamit kellett csináljak, mert ugye 40 másodperc hátra, ez valószínűleg ugye egy döntetlen lesz, mert az enemy artiát sajnos nem fogjuk tudni kiszedni. Hát 2000 sebzés az majdnem meglett. Az volt a probléma, amikor itt kinéztem és elveszítettem az összes HP-mat. Mert ugye meglőtt minket egyszer a 430-ú, meg meglőtt minket egyszer ez, és még be sem ütöttem a tankot, tehát az eléggé fájdalmas volt, azt kell, hogy mondjam, de ezen a pályán nem is tudtam volna szerintem sokkal többet tenni. Ugye megnézzétek, hogy a 62-ának 5 vagy 6 fok ágyúsüllyedése van, ide meg tényleg kell az ágyúsüllyedés. Tehát itt mondjuk egy Pattonnal, vagy egy Centurion AX-el sokkal többet tudtam volna csinálni, mert sokkal flexibilisebb vagyok. Itt sajnos nem jött össze, úgyhogy ez egy döntetlen mérkőzés lett. Nézzük meg, hogy a grillével mit fogunk tudni alkotni, mert ott ugye sniperkedni kell, ott az automata célzás az nem biztos, hogy kiadja majd a matekot. Gorjunk be abba a körbe. Na figyeljetek, gamerek! Itt, ezen a pályán, ezzel a tankkal mi a realisztikus sebzés, ami kihozható? Én kettőre gondolok. Jó esetben 3 lövés az, amit ki tudunk osztani esetleg, hogyha sikerül megmentenem a HP-m és mondjuk jönnek rám a tankok, vagy én megyek rá valakire. Ezzel a pályán nem is szoktam TD-zni, mindig csak heavy-vel voltam rajta, meg könnyűvel, meg közepessel. Igazából mindenre mentem a nehéz tank dühöngőbe, de most, hogy nem tudok kupolákat snipe-olni, bajba vagyok. Bajba vagyok, azt kell, hogy mondjam. Jó, beállunk ide a bokorba. Ez nagyon jó lett volna, hogyha azt talál. Az nagyon jó lett volna, hogyha azt talál. 277 az... jön. Támad. Töltsd be! Hát, de úgy nem fogom lelőni. Nézzek meg, el tudnám lőni, de még közben meg mégsem. Tudnám lőni, de közben meg mégsem. Az meg ledobta a földre azt a lőszert, bár is úgy nagyon-nagyon necces volt, hogy eltalálom, vagy nem. Grille, kezdjen működni, mert bajba leszünk. Meg az a probléma egyébként, hogy amúgy sokkal jobban céloznék, csak ugye nem tudok. Leopard az élvezte a gaminget. Az a baj egyébként, hogy nem értem, hogy miért áll mellettem 3 médium tank, amikor rég pusholhatnák ezt a részt, és ugye ők spoton vannak. Most már én is. Hú, milyen... Várjátok. Mi spotolhatott itt be minket? A T-100? Hát, hogy a T-100, amikor hátra tolattam, mert az AMX nem hiszem. Az, hogy itt annyira nincs értelme kinézni. Ez az lőhető lenne ott? Valami folyamatosan spotol minket, a Leo is kapja a lövést. Ugye csak 2 könnyű tank van itt, és az egyik az itt van, a másik meg itt, az nem spotolhatnak föl minket. Csé?
Merek teljesen kinézni, mert lehet, hogy spotot kapok már akkor is. Minden a centút nem lehetne ellőni? Leesett a front páncéljára a lőszer és nem ütött be az AP. Ajjajajajajaj. De ha meg nem AP-t lövök, hanem hit lőszert, az lassabban száll. 900 méter per szekundum, ez meg 1200. Van baj. A baj valós, gamerek. Eddig egy lövés sem ment be. Már 3-0 az állás. Úgyhogy bajba vagyunk. Sebzés szempontjából. De most megy ki egyébként a leopárd, esetleg a Leo, hogy most nem akarná elfutni a light? Vagy az 1v1-et megpróbálja lejátszani a Leo-val, amit nem fog megnyerni szerintem, de lehet, hogy megpróbálja. Most fut el, most tudja, hogy fut el. Nem fut el. Na, még egy picit uram, gyere ki! Azt sem tudom lőni. Ejj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 
Azt el tudtam volna lőni, pont amikor futottál. Szóval arra nem látok rá. Csé. Csinálj, csak a tornyát látjuk. Léci. Azaz, legalább nem fog lövés nélkül kivenni a garázsban. Nagyon jó. Legalább már egyet leadtunk. De van, én megyek agresszívan. Mező közepén át. Jó, le lehet jönni? Hát nem biztos, hogy itt le lehet jönni. Gyorsan át kell menni a nehéznek dőngőbe, hogy ott még face to face leadjak egy lövést, aztán nagyon jó leszek. Lehet, hogy amúgy már ölekéstem. Gyerünk, menj. Át a mező közepén. Még egyet teljeset hadd lőjek, és akkor nagyon boldog ember vagyok. Azt gondolom, az Erling már megy. Esetleg az FF-be lehetne, mert biztos, hogy ott hátul áll. Még mondjuk ott vannak AP-s tankok. Megyünk, futunk. Erre jó a grill egyébként, hogy jól lehet vele, amikor a sebzésekre rámenni. Szerintem ennyi ideig nem fognak kitartani az emberek. Mert az ellenfélre gondolok. Jó. Jövünk itt, és akkor beflenkeljük őket. Igen, ez jó lehet. Még amúgy a sima átba tudom lőni, sőt, még én lehet, hogy kettőt is tudok lőni. Oké, és egy. Nézzük, hogy van-e még egyre időm. Nem stunolgatnak el a becse tartik, vagy penelnek be, akkor jó vagyok. Oké, és lehet, hogy még a pattóra is lesz egy lövésem, bár az kétlem egyébként. 10 másodperc, 9, 8, hát az már szétlövik. Másra meg nem tudok lőni. Az arti még esetleg, van még egy arti. Van még egy arti valahol. Hol vagy arti? Ha maradok itt, hát ha itt van. Aha. Léci, ott be! Jó, nagyszerű! Nagyszerű! Jó volt, hogy itt megálltam. És akkor tudtam lőni egyet. Figyeljetek srácok, hogyha mondjuk a csére beadja a lövést, vagy mondjuk az elején a leopárdra, de az ilyen necces lövés volt, ott eléggé közel volt a célkeresztem a földhöz, akkor ez még lehetett volna ilyen 3400 nézer sebzés is. De ez nagyon nehéz. Tehát van egy csomó célpont, amit tudtam volna normálisan lőni, meg sokkal jobban be tudtam volna célozni. De ez egy igazi kihívás, tehát ez azt gondolom, hogyha valaki keresi a kihívásokat a játékba, akkor ez mindenképpen egy ilyen kihívás. És ugye nagyon sokan mondják, hogy az automatizálással könnyű lőni, meg mit tudom én mi. Nem, srácok, nem könnyű lőni a játékban, mert sokszor rossz helyre próbál célozni, mert mondjuk a hulldown pozícióban a testét nem is látod a tanknak.
Tehát az automatizálás nem fog, sokan egyébként összekeverik, nem fogja a gyenge pontokat keresni, ő csak megkeresi a tanknak a közepét, oda rárakja a célkeresztet, és én inkább arra szoktam használni az automatizálást a játékba, hogyha tényleg mondjuk töltök, és mondjuk rajta akarom hagyni a célkeresztet egy tankon, rányomom, és mondjuk addig kizummolok, és körbenézek, hogy mi van körülöttem, és addig ugye az ágyú automatikusan követi a tankot, és amikor betöltöttem, akkor készen állok arra, hogy levegyem róla a célzás, az automatát, és utána normálisan két célzással becélozzak, és közben multitaskolni tudok. Hát én erre szoktam használni az automata célzást. Hát figyeljetek, három csatából az átlag sebzésünk 2400 lett, ami tier 10-ben egyáltalán nem jó, nem azt mondom, hogy jó, de majdnem mindegyik tankkal sikerült a 2000 sebzés fölöttit meglőjem, nekem ez volt a célom, úgyhogy gamerek, mert remélem tetszett nektek ez az ötlet, én mindenképpen egy jót szórakoztam, bár eléggé frusztráló is volt ez a kihívás, de ugye ez a kihívásnak a lényege. Hogyha ti is szeretnétek, hogy a ti ötletetek esetleg valamelyik videóba szerepeljen, akkor nyugodtan csatlakozzatok a Discord szerveremre, link a leírásba, és a videó ötletek szobában nyugodtan dobjátok be, és hogyha valamit érdekesnek találok, akkor lehet, hogy a következő videóba azt fogom bemutatni. Remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, kommentben írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről a videó ötletről, nektek tetszett, esetleg lehetett volna valamit jobban csinálni, ezt mindenképpen dobjátok be kommenteknél. Ha nem akartok lemaradni hasonló kihívásokról, vagy videó, vagy tankmutatókról, egyéb videókról, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, élőben is szoktam streamelni a Twitch csatornámon, látogassatok el oda is, link a leírásba, ha pedig támogatni szeretnétek a munkásságomat, csatornatoggá tudtok válni, link a leírásba, vagy lesz egy köszönet gomba a videó alatt, ahol tudtok borabolót hagyni nekem. Nagyon szépen megköszönöm nektek, gamerek, hogy eddig végignéztétek a videót, legyen szép napotok, jó csatájátok, és akkor találkozunk a következő videóba, vagy pedig a streamen. Szevasztok!